professzor emeritus, maestro, Ribak László. 1935-ben született itt, Sopronban, városomban. Levelében ezt írja e a kezdeti időszakokról. A háború egészen más reakciókat váltott ki az emberből, még a gyerekből is, hiszen gyerekfejjel érte át az háborút. Nem az érdekelt, hogy mi veszett el, hanem az, hogy életben maradtam. Aztán 45. március végén a Fertőszent Miklósi falu szélen bombatámadás ért bennünket, én csak egy szilánkot kaptam a lábamba, de édesapám ott, tőlem pár méterre olyan súlyosan megsebesült, hogy meghalt. Mindössze 10 éves volt ekkor. A helyi Széchenyi István gimnáziumban érettségizett, majd a Soproni Mihály Egyetemen kezdte meg felsőfokú tanulmányait, 53-ban geofizikus mérnök szakon. A zene mindig meghatározó volt életemben, írja. Bár elég későn, 11 évesen kezdtem el csak zongorázni tanulni. A Soproni Szimfonikus Zenekarba is bekerültem ütősnek. Majd később elkezdtem komponálgatni, így egyik művemet be is mutatta a zenekar. Hamarosan jött 56. októberre, amikor is részt vettem az Egyetemi Forradalmi Bizottság munkájában, de a megtorlások elől még időben Svájcba menekültem, így már csak távollétemben tudtak elítélni. 59-ben geológusként diplomáztam a Zürichi Műszaki Egyetemen, melynek később professzora lettem. Majd a Helyi Zeneakadémián elvégeztem a karmester szakot is. 61-ben megkaptam nagyon nívós karmesteri állásomat az Orchester Verein Zürich élén. Ezzel a zenekarral, vagy mint vendégkarmester, több száz koncertet vezényeltem más, sok országban is. 64-ben beneveztem egy nagy nemzetközi karmesterversenyre, Besançonba, amit meg is nyertem. Sok lehetőség megnyílt volna, de ugyanakkor elnyertem egy posztdoktori ösztöndíjat Amerikába, akkor úgy döntöttem, mégsem leszek hivatásos zenész, hanem folytatom a tudományos pályámat. Amikor vezényelek, a zenészeknek általában fogalmuk sincs arról, hogy mi a valódi foglalkozásom. Ez a mai alkalom talán ettől különleges, más. Több egyetemen oktatott vendégprofesszorként, rengeteg szakcikket írt, szakértőként dolgozott többek között Kínában, Dél-Koreában, Új-Zélandon, Törökországban, Izlandon, Japánban, egész világot bejárta, és a mai napig rengeteg konferenciára hívják. Levele végén ezt írja. Sokak számomra kedvesek és felejthetetlenek az én Sopronomban, mert élhetek bárhol is, Sopron nem ereszt, érzem, mindig hazavár. Engedjék meg, hogy a műről való írását, amit nekem levélben elküldött, felolvassam. Megrendelésre készült a Rondo Honko Hungaréze. Zürichbe ismerkedtem meg a családdal, Heberlein családdal, akik egy házi hangversenyre kérték tőlem ezt a magyaros kompozíciót. Először valami népdalfeldolgozásra gondoltam, de mivel, hogy ilyenből van bőven, így inkább egy rondót választottam. Szerencsére eszembe jutott a Soproni Stabfilbinálkönyvnek a témája. A darab ezzel nyitódik, jó magyaros, tenyeres talpas. Az első epizód picikátos, kicsit jazzes. A rondó téma második megjelenése egyre nekilendül, a hegedői zongora felváltva játsszák a témát, egyszerre hirtelen vállalkozó azonban ez megszakad. Egy hosszú-hosszú szünet következik. A felúcsúdás után a hangtompító, szordínos, hegedű szó magányosan kezd meditálni. Egy teljesen más szféra betül elég. Majd átadja a szót a zongorának, miután mindketten kánonszerűen összefognak, és egyre gyorsabban, gyorsabban, hangosabban visszatérnek a realitásba. Ez az epizód is rondó témához vezet, de itt egy kicsit máshogy jelenik már meg. Ennek lecsengése egy zongora szólóban folytatódik, ami egyben eljut a darab kódájához. Itt a téma végre hazaér, Sopronban. És megnyugszik. Végül a hegedű kadenciával, igazán magyaros fordulatokkal, valami honvágyszerű érzést keltve, néhány virtuóz záróütemmel záródik a mű. Sajnos egyéb elfoglaltsága miatt Ribak László professzor úr, ő csak azt szeretne, ha Laci bátyának hívjuk, nem tud személyesen itt lenni, ám műve hazatért Sopronba. Fogadják szeretettel, Ribak László, Rondo Unko Gálunga Réze, közreműködik Bódás Zsanna zongoraművész.